Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az ES Televízió hírháttér műsorát, a Nagyítót látják. Múlt héten az Összefogás Vácért alsóvárosi képviselői számoltak be a tavalyi évben végzett munkájukról, ezen a héten pedig a Belváros és Deákvár képviselői mondták el sajtótájékoztató keretében, hogy mit végeztek 2022-ben. A beszámolókról láthatnak egy összeállítást a mai Nagyítóban. A 8-as, 9-es és 10-es választókörzetek képviselői szerint 2010 és 2019 között a kormánypárti többségű önkormányzat a legkevesebb pénzt erre a városrészre költötte, ezért a fejlesztésekből is rendre kimaradt Deákvár. Tóth Váradi Nagy Bence, Molnár Nándor, Rozmarink Sándor útfelújításokról, intézményi eszközfejlesztésekről, parkok rendbetételéről számolt be, kiemelve, hogy 2022-ben 100 milliós nagyságrendben érkeztek felújítások és fejlesztések a létszámát tekintve egyre gyarapodó városrészbe. A sokszorosára nőtt rezsiárak és az elszabadult infláció miatt az önkormányzatok többsége nem képes kigazdálkodni az energiaköltségeik finanszírozását. Ezért a települések, többek között Vác is központi támogatást igényeltek azokon a tárgyalásokon, amelyeket a miniszterelnökség illetékeseivel folytattak. A kötelező feladatokat ellátó váci intézmények idei nettó gáz, áram és távhőköltsége a takarékossági intézkedések mellett is közel 800 millió forinttal nő az előző évihez képest. Az állam ennek a pluszkiadásnak nagyjából az egyharmadát állja a megítélt 237,5 millió forinttal, eközben viszont a városra kirótt szolidaritási adót 500 millióval, vagyis a támogatási összeg több mint duplájával emelte meg a kormány. Tóth Váradi Nagy Bence elmondta, erre több kisgyermekes család költözik a város részbe, ezért kiemelt ügynek tekintik az önkormányzati szolgáltatások színvonalának emelését. Ennek megfelelve új játszóeszközöket helyeztek el az óvodákba, a parkokba pedig megújuló energiaforrással működő lámpákat, szemeteseket, valamint kutya őrülékgyűjtő edényeket is kiraktak. Itt is előrehaladás történt az utak állapotában, állítja a 8-as választókörzet képviselője. A 8-as számú választókörzetben lezajlott több külső lakóterületi útütemezett karbantartása, többek között a Fürt utca és az Alsó Törökhegy út is új burkolattal lett ellátva. Szintén ebben a körzetben valósult meg az elmúlt 15 év legnagyobb városi járdaépítése, itt a Landerer utcában, mintegy 275 méter hosszúságban. A játszóterein közül a béketéri, valamint a Kresszparki játszótér a felújítási munkálatok mellett több komfortnövelő fejlesztéssel is el lett látva, többek között lámpák és napvitorlák is kerültek a kisgyermekes családok által kedvelt közterekre. Molnár Nándor az itt élőkkel folytatott párbeszéd fontosságát hangsúlyozva beszélt az M2-es autóút északi szakaszának állami fejlesztéséről is, amihez a városrész a Gombási úti csomóponttal csatlakozna. A 9-es körzet képviselője szerint a köztéri bútorok és a tömegközlekedés terén is sikerült olyan fejlesztéseket végrehajtani, amik tovább javítják az itt élő komfortérzetét. A 9-es számú választókerület életében több olyan programot is elindítottunk, ami aztán városi szintűvé szélesedett. Az egyik ilyen a köztéri padok helyreállítása, cseréje és lefestése. A másik pedig az a kandeláber program, ami szintén az itteni lakosok javaslatára kezdődött el. A kandelábereket kijavították, lefestették, és gyakorlatilag ezt utólagosan aztán a szolgáltató jellegű munkája is követte. Ugyanakkor a város és életére kihatással vannak olyan megállapodások, amelyeket a város testületek köt vállalkozókkal. Ezek között az egyik olyan, aminek révén 7 új utasváró felépítménnyel gazdagodik a város. Megújult utakról, balesetveszélyes járdaszakaszok rendbetételéről, vízzel vezető árkok takarításáról és közvilágítás fejlesztéséről számolt be a 10-es körzet képviselője. Rozmarink Sándor kiemelte, köztéri padokat telepítettek a Gombási lakótelepre, a szolgáltató házak elé parkolóhelyeket festettek fel, de a hiányzó utcanévtáblákat is pótolták. Az elmúlt évek legnagyobb deákvári beruházása valósult meg a 400 méter hosszú Fűri utcai burkolat cserével. 100 méter hosszan megújult a Sejcei agyagbánya előtti legkritikusabb útszakasz. A DCM és az önkormányzat együttműködésének az eredményeképpen.
Ugyanilyen együttműködési szerződés segítségével 600 tonna bányai kő felhasználásával 13 külterületi út és dűlő tettünk járhatóbbá. Kőszórásos technológiával javítottuk ki a Szarvasbogár utca, Jóhegyi út, Kisgombás utca és a Téglaház földútjait. A Csipke Rózsa utca és a Téglaház úti vízzel vezető árkok újra kialakításra kerültek, és megkezdtük a Sejcei út melletti vízzel vezető árkok gépi tisztítását. Rozmarin Sándor hozzátette, a választókerület házi orvosi rendelőjét is ellátták egy nagyértékű EKG berendezéssel, de a cementgyárral is sikerült megállapodni, aminek hozományaként idén 21 agyagbánya mellett élő család jut biztonságos áramellátáshoz. Főtéri műemlék védett épületek felújítása, a Márvány tér redbetétele, Budapesti főút és a Káptalan utca szakaszainak szőnyeg aszfaltozása, közterületi fák telepítése és a Széruskerti iskolaváros közlekedésének biztonságosabbá tétele. Ezek voltak a legkiemelkedő fejlesztések az elmúlt évben, amiről az 1-es, 2-es és 3-as választókörzetek képviselői beszámoltak. Kászonyi Károly, Jens Kinga és Inótai Gergely szerint bár van még bőven tennivaló, de a 2022-es évben is jelentős előrelépést sikerült elérni a belvárosban, Kisvácon, valamint az északi külterületeken, annak érdekében, hogy a város szebbé és élhetőbbé váljon. A város legnagyobb területtel rendelkező és feladatai tekintve talán a legösszetettebb körzete az egyes választókörzet, mondta a Kászonyi Károly képviselő, aki szerint a kormánypártiak 10 évében mind a belvárosi részek fejlesztésére, mind a külterületek gondozására keveset fordítottak. Az ítélők konformitását emeli az a bankautomata, ami egyeztetéseket követően a kisváci CBA előtt épített ki a szolgáltató, emlékeztetett Kászonyi, aki szerint kiemelt figyelmet fordítanak az iskolaváros területére is. Ezzel kapcsolatban elmondta, a sportcsarnok előtti utat teljesen felújították, de az épület is részben megújult. A diákok biztonságos közlekedése érdekében új kijáratot nyitottak a Széruskertből, és a zebra felé terelő korlátokat is kiépítették, emelte ki a városrész képviselője. Nagyon fontos része ennek a körzetnek az iskolaváros. Itt nagyon sokkal felmerülő probléma mai napon is, és többször is keresnek meg ez ügyben a gyerekek biztonságával kapcsolatban. Ugye jelentős lépés volt az, hogy kinyitottuk azt a bizonyos nagykaput, és lezártuk azt a részt, ahol szabálytalanul közlekedhettek volna a gyerekek. Sajnos ezek ellenére is történtek, nem is régen sajnálatos baleset, két diák is megsérült itt. Az egyes választókörzet külterületi útjain is történt felújítás. Szent Mihály dőlőben zajlott kőszórás, lakossági kérésre megtisztították a Vöröskereszt Csorvasúti átjáróját. Szeretnék a továbbiakban folytatni a kőszórást a Körtvélyesen, járdát építeni a Pap utcánál, és a DCM busz megállót is felújítani, mondta Kászonyi Károly. A választókörzetet érintő fontos előrelépés a Rákóczi téri hajléktalan szálló felszámolása, amire egy önerős önkormányzati fejlesztés ad lehetőséget, hangsúlyozta az egyes körzet képviselője. Az új hajléktalan szálló lassan elkészül, és erről a környékről ugye a hajléktalan honfitársaink, akik sajnos ide vezetett a sors, egy komolyabb, egy jobb ellátást fognak kapni az új hajléktalan szállóban. Itt megszűnik a hajléktalan szálló, és akkor végre rehabilitálható lesz. Sokat egyeztettem az ott lakókkal, maga a park, az ott lévő játszótér és park is. Én remélem, hogy a hajléktalan szálló elköltöztetése után egy modernebb, élhetőbb környezet lesz ez a rész is. A 2019-2024-es önkormányzati ciklus eddigi leglátványosabb fejlesztései talán a belváros főterén valósultak meg, emelte ki a 2-es választókörzet képviselője. Városi költségvetésből megújult homlokzatában és tetőszerkezetében a főtéri 10-es számú épület, de a Rózsaszín ház tetőszerkezetét is teljesen megújították, akárcsak az önkormányzat fedélszékét, amire a kormányzati elvonás részleges visszapótlásába jutott forrás. A dohányzás korlátozásának köszönhetően tisztább is lett a március 15-et tér, ahol a köztéri bútorok felújítását is elvégezték, mondta Jes Kinga. A város legforgalmasabb tere is megújul, emelte ki a képviselő. Nagyon sokan vártuk, nem csak váciak, a Márvány tér átépítését. Nagyon szép lett, új funkciót is kapott,
új funkciókat is kapott. A második ütemben szemetesek, padok és a zöldítés teszik még teljesebbé az eredményt. Az évek óta megrekedt városi fásítási program is elindult 2019 őszétől. Új csemeték kerültek a Dunaparti sétányra és a belváros legfrekventáltabb részeibe is. Ennek a programnak a része volt a japán cseresznyefa sor beültetése, az elpusztult egyedek helyére kerültek az új csemeték. Tavasszal majd együtt örülhetünk a virágzásnak. Idén folytatódik a városban a fásítási program. Az alpolgármesteri tisztséget is betöltő Inotai Gergely arról beszélt, hogy a 2022-ben végzett belvárosi fejlesztések nem csak az itt élők és az itt dolgozók érdekeit szolgálják, hanem az egyre nagyobb számban érkező turisták igényeinek is igyekeznek megfelelni. Az építészeti értékek megóvása mellett utakat, járdákat újítottak fel a Köztársaság úton és a Géza király térnél. Áthúzódó munkaként hosszú évek egyik legkomolyabb beruházását tettük meg a belvárosban, amikor a budapesti főútnak a Képutca és a Múzeum között, utca közötti szakaszát felújítottuk. Ennek áthúzódó munkálatai voltak az útburkolatjelek felfestése, parkolóhelyek kijelölése. Azt hiszem, hogy a vállalkozó nagyon jó minőségű, remek munkát végzett. Itt most magas biztonságban autózhatunk ezen a szakaszán a városnak. A belváros több megsüllyedt, elhasznált útszakasza megújításra került, például a Fűz és a Gasparik utcákban. A Káptalan utca 40 méteres szakaszán az esővíz csatornát kellett kicserélni, ezzel a piac forgalmas utcájának a felülete is jó részt teljesen új aszfaltburkolatot kapott. Garanciális javításokat végeztek el a Timár és a Galamb utcákban is, valamint elbontották a Hattyú utcában életveszélyessé vált kerítést. Inotai Gergely egyúttal beszámolt az önkormányzat kezelésébe tartozó intézményeket érintő beruházásokról is. Az érintett a Nyár utcai óvoda, itt egy csoportszobában és két öltözőben újítottuk meg a PVC burkolatot, illetve ez az óvoda is mintegy 5 millió forint értékben kapott új udvari játszóeszközöket. Ezt a programot egyébként ebben az évben folytatni fogjuk. Megújult a Rózsakert is. Ennek a játszótér része is megújult. Egyrészt egy napvitorlát helyeztünk ki, másrészt a régi mulcs burkolatot homokra cseréltük, így egy picikét a baleset veszélyességét a játszóeszköznek csökkentettük, illetve gyöngykavicssal szórt sétányokkal igyekszünk a régi arculatában a rózsakertet felújítani. Ennek az utolsó üteme most a 2023-as esztendőben következik el, és remélem, hogy ezzel a fejlesztéssel akkor egy picikét a rózsakert projektet le is tudjuk majd zárni. A hármas körzet képviselője az úszoda homlokzatának felújításáról, illetve a nyílászárók cseréjéről is beszámolt, továbbá az évtizedek alatt elhasználódott gyermekmedence tervezett rendbetételéről, aminek időközben a látványtervei elkészültek. Inotai Gergely úgy tapasztalta, sok kritika érte a McDonald's diadaltéri megnyitását, viszont ezzel kapcsolatban úgy véli, a terület rendezett lett, sokan pedig szívesen választják a gyors étkezde szolgáltatásait. Egy világszerte ismert gyors étkezdét építettek Vácon, aminek hát sok negatív előhíre vagy előképe is volt, azt gondolom. Én úgy számolom és úgy néztem az elmúlt egy hónapban a megnyitás óta, hogy olyan várt negatív hatásai nem lettek ennek a gyorsétteremnek, mint amit sokan vizionáltak. Ami pozitív változás a diadaltéren, hogy a kékházat viszont el tudtuk bontani, ami egy igazi hát bűnbarlangként működött, ugye beszöktek, föl is gyújtották egyszer, tehát sok-sok veszélyt hordozott magában. Így most a környék rendezettebb lett, tisztább, és én azt hiszem, hogy sok váci örömére került ide ez a gyors étterem. Kedves nézőnk, ezen a héten ez volt a Nagyító, legközelebb jövő héten jelentkezünk új tartalommal, addig is maradjanak velünk és kövessenek minket, viszontlátásra!